brutális összegeket hozott elő a 24Hu adatigénylése átadása óta mintegy 23 milliárd forinttal drágult a 4-es metró. Az összeg felét kártérítésekre kellett kifizetni, derült ki a 24. Hu közérdekű adatigényléséből. Kiderült, összesen 47 kártérítési per indult a BKV ellen, melyből 7 még folyamatban van. Tizenhét per a BKV teljes vagy részleges pervesztésével zárult a 4-es metró összköltségvetését 452,5 milliárd forintban határozták meg 2012 végén, ebből 67,5 milliárdot különítettek el vállalkozókkal folytatott vitákra, ezt 2018-ban 38 milliárdra csökkentették. A 38 milliárdból állítólag 23 milliárd forint már el is fogyott. Van még hátra egy per, melyet a legjelentősebb alagútépítő társaság, a francia-német-osztrák-magyar cégekből álló BEMCO nevű konzorcium indított. A hírek szerint ezt Trócsányi László igazságügyi miniszter ügyvédi irodája képviseli.